Szabadkán március 21-én indult el a hangverseny sorozat, amely fiatal zenészeknek ad lehetőséget a fellépésre. Vasárnap este két ukrán művész harmonikával szórakoztatta a Szent Elis Székesegyház közönségét. Múlt héten átutaztak a városon, mentek egy nemzetközi harmonika fesztiválra le Boszniába, és miután görögkatolikusokról van szó, bekopogtak ide a Székesegyházba, megkerestek bennünket, és megkérdezték, hogy majd hazafelé jövet megállhatnának ők itt egy szentmise keretén belül, esetleg felléphetnének, játszhatnának-e. Paskó Csaba szerint az egyházi mise hangzásvilágától nagyban elüt a harmonika hangja. Ezért az ukrán zenészeknek egy önálló estet szerveztek Szabadkán. Minden hangversenynek az a célja, hogy megszólítsuk az embereket. A zenének van egy katartikus hatása az emberre, minden egyes jól megszervezett, jól előadott, jól lejátszott művészi alkotás az emberre hat, az embert formálja, jobbá teszi, jobb emberré válunk azáltal, hogy hangversenyekre járunk. A következő zenei estet csütörtökön, május 21-én tartják. Az eseményen fellép Kuktin Adrien és további három csellista.